reggel, tegnap este felszereltük a rendsodrót, a nagy része az ott van a traktoron. És egy kis része pedig itt van nálam a platón hátul, amit még fel kell rakni, csak hát így is elég széles, úgyhogy az már nem fért volna rá itt az úton. Reggel 4:30 van, azért vagyunk ilyen korán, mert ilyenkor még harmatos a lucerna, és nem pereg le annyi levele, mint hogyha teljesen szárazon sodornánk össze. Kiértünk, és bevált, amire számítottunk, hol is mutassam meg, tehát a lucernánkból nem pereg a levél, annyira jó vizes még. Már este van, visszajöttünk bebálázni a reggel megsodort lucernát. Még egy kicsit várnunk kell vele, mert hogy most még nincs harmat, és borzasztóan pereg a levele, láthatjátok, hogy megérintem és leesik a száráról, mert pedig a levél egy nagyon fontos része a növénynek, a legnagyobb tömegét ez adja. Úgyhogy amíg várunk, van még bálázásra váró szalmánk is, ugye a korábban learatott földön, mert azzal várnunk kell, de azt is reggel megsodortuk, úgyhogy azt már Ricsi el is kezdte, és én is mindjárt csatlakozom hozzá. Bebáláztuk a szalmát, csak az a probléma, hogy ugyan már tök sötét van, de a lucerna még mindig baromira pereg, és nem akarjuk, hogy csak kóró maradjon az egészből, úgyhogy még várunk egy kicsit, miközben körülöttünk egyébként folyamatosan villámlik, úgyhogy egy kicsit aggódunk az eső miatt, ami reméljük nem jön el, de hát a radarkép egy kicsit kevésbé biztató. Minden esetre majd elmesélem, hogy mi lett az egészből. Vártunk még egy órát, hogy lejöjjön a harmat, de sajnos ez nem történt meg. Nem akartuk így bebeállni a lucernát, úgyhogy inkább visszajövünk hajnalban, majd akkor megcsináljuk. Hátam mögött a traktorral éppen tartunk befelé, előttem van a falu, látjátok a templomtornyot, és mára egyelőre befejeztük. Sziasztok, új napra virrattunk, és végre olyan a lucerna, amilyennek szeretnénk, megint megmutatom nektek. Nem hullik le róla a levél, ahogy hozzáérek rögtön. Hihetetlen, hogy ennyit számít ez a kis hőmérséklet változás tulajdonképpen. De nagyon boldogok vagyunk. Most kell fel a nap, olyan körülbelül 5:30, 5:30 egy kicsit elmúlt. Ricsi már ott elindult, mindjárt a szegést, hogyha megcsinálja, ott fog jönni. És akkor megmutatom nektek, hogy dolgozik a bálázógép. Ismét a lucernában vagyok, ugye eddig lekaszáltuk, összesodortuk, és bebáláztuk a lucernát. Képzeljétek, még mindig van mit csinálni, mégpedig bevinni a bálákat. Mögöttem látjátok is, ahogy a Ricsi éppen pakolja fel a poltrosra a bálákat.
majd megint az a közben is, hogy milyen szép. Illetve még azt akartam megmutatni, hogy, hogy mennyivel jobb lett volna, hogyha szétterítünk, mert sajnos egy kevés utána itt maradt a földön, nem szedte olyan jól fel a bálázó és a rendszobról, mint hogyha előtte szétterítettük volna a földön. Úgyhogy ezt legközelebb is hogy nem fogjuk kihagyni, de ez nem olyan nagy probléma. A bálákat is szeretem volna nektek közelebbről megmutatni. Ugye a bálázáskor láttátok, hogy egy kijön a bálázóból, és itt látszik, hogy mennyire tele van levéllel. Gyönyörű. A külső része már kezd sárgulni, de belül mindig gyönyörű zöld marad, még hónapokkal később is. Megraktuk a pótkocsit, most a Tinával, úgyhogy pedig a bálákkal megyünk befelé.